Ma véget ér a vakáció, holnap becsengetnek és indul az új tanév. Az iskolákban már minden készen áll. Megérkeztek a tankönyvek, megtartották a tanári értekezleteket, és a felújítási munkálatok is befejeződtek. Az idei tanévben is lesznek változások, az első hosszabb pihenőre pedig majdnem 2 hónapot kell várni. Október végén kezdődik ugyanis az őszi szünet. Isten hozott benneteket ezen a régi új helyen. A saját tantermükkel ismerkedtek vasárnap délelőtt a 9-es diákok ebben az esztergomi fiúgimnáziumban. Az intézményben idén 270 diák kezdi meg a tanévet. A messzebbről érkezők már a hétvégén a kollégiumba is beköltöztek. Új tantermünk lesz, tehát teljesen új, mi használjuk majd először. Ezt már azért eléggé vártuk. A gimnázium legfiatalabb tanulóit az idei tanévre elkészült új épületszányban is körbevezették. A gimnázium most 6 új tanteremmel, aulával és sportcsarnokkal bővült. De vadonatúj közösségi terek is kilettek alakítva, amiket örömmel vettek birtokba az elsősök. Egy nagyon különleges tanévkezdés elé nézünk, illetve abban vagyunk. Talán az iskola történetben nem is volt ilyen sűrű még. Egyrészt egy gyönyörű új épületszárnyal gyarapodunk. Ezt az iskola alapításától kezdve szerették volna már meglépni. A Hajdubihar vármegyei Fülöpön Szent Misével kezdődött meg az ünnepélyes tanévnyitó. A templom mellett lévő katolikus iskolában is minden készen áll a hétfői becsengetésre. Az új tető is elkészült a nyár végére, az osztálytermekben már be vannak készítve a névre szóló tankönyvek. Ezeket hétfő reggel kapják majd meg a tanulók. Nagyon várom már a tanárokat, meg a barátokat. Az intézményben most rekord létszámmal kezdik meg a 2024-25-ös tanévet. Különleges tanévre készülünk, mert a mi iskolánkban eddig, tehát az utóbbi 10 évben elmondhatom, mindig olyan 130 valamennyi is volt a létszám, és most 145-en fogjuk kezdeni a tanévet. Nek nagyon örülünk. Most még üresek a tantermek, és a folyosó is gyerekzsivajtól volt mentes, vasárnap ebben a szlovák nemzetiségi általános iskolában, a Nógrád vármegyei Nézsán. Hétfőtől azonban minden másképp lesz, közel 200 diák lakja majd be az intézményt. Én nagyon várom, mert nagyon jó az osztályközösségünk, és hát örülök, hogy újra találkozhattunk, meg nagyon várom a programokat is. Az iskolában az utolsó simításokat is elvégezték, az épület egy komoly energetikai korszerűsítésen is átesett az elmúlt időszakban. Megvannak az alternatív fűtési lehetőségeink is. Mindenki ezért a napért dolgozott, és a tanévben pedig nagyon jó tantestülettel állunk neki. Hál' Istennek! Több mint 20 ezer diák kezdi meg holnap a tanévet, csak a nemzetiségi iskolákban és óvodákban, szerte az országban. Erről beszélt az iskola hivatalos tanévnyitóján az egyház és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Minden egyes olyan lehetőség, amely akár az állami, önkormányzati, akár pedig az egyházi iskolákat illeti, ugyanúgy megilleti teljes természetességgel a nemzetiségi iskolákat is, legyen az az ingyenes tankönyv, legyen az a most a pedagógus béremelés, és minden más juttatás is. Hétfőtől 1,5 millió diák ül vissza az iskolapadba országszerte. Az iskolákban már minden készen áll az új tanévre. Több mint 4000 intézménybe érkeztek meg az ingyenes tankönyvek, és a felújítási munkálatok is befejeződtek. Az idei tanévben számos változás is lesz. Életbe lép az okos eszközök használatának korlátozása, új értékelési rendszer lesz a tanároknál, ezzel párhuzamosan pedig januártól folytatódik a pedagógusok béremelési programja is.